Na sziasztok, fiúk, lányok, üdvözlök mindenkit. Hát elég rég volt már ez, hogy a sima intrót használtam, és nem az F1-eset. Meg szerintem nagyon-nagyon rég volt, az én nem F1 volt live terítéken, hanem valami más. Viszont ez már nekem volt terve a fejembe egy jó ideje, hogy nem tudom, ugye Mike-nál mennyire emlékeztek még, szerintem nagyon rég volt ilyen nála, hogy volt péntek esténként egy ilyen horror est, ahol ugye Scary Nights néven horror játékokkal játszott. Na, már most nekem eszembe jutott, hogy én ezt ezzel az Alien Isolation-nál már eléggé régóta szemeztem, hogy végig kéne játszani, mert a Alien filmeket is én amúgy szerettem, és egy kis horror is belefér. Azért, hogy megnézzük, hogy egyetlen látszik-e rajtam bármiféle megijedés, vagy van-e értelme horror játékkal játszani, mert hogyha úgy nagyon nincs érdeklődés, akkor valószínű ugye nem lesz több. Ezt a játékot szinte mindenki végig visszük, de hogyha nem lesz rá érdeklődés, akkor ezen kívül nem lesz ugye más. Úgyhogy közben szia Dani, szia Doki, szia Kabac, hello hello mindenkinek. Hát végül is Doki vibrátort is válaszhoz, csak az a baj, hogy nincs rá keret, hogy megvegyem. Illetve, ja. Hát a The Run az majd egyszer lesz, Dani. A holnapi nap ugye a srácokkal lesz F1 Coupe folytatás, úgyhogy ott majd az F1-ezés azért visszajön, ugye a Szingapúrt majd letoljuk. Szerintem az mondjuk ugye délután fele lesz. Hát a The Run az... Meg hát mivel most jöttek ugye rokonok is a születésnap ünneplés miatt, ezért nem mertem belefogni egy hosszabb live-ba, ne az legyen, hogy itt nektek órákat kell várni, amíg visszajövök. De majd egyszer lesz Need for Speed The Run is, viszont az majd lehet, hogy YouTube-on lesz végig játszva is, nem itt Twitch-en. Úgyhogy ja, srácok, igazából én nem nagyon húzom az időt. Hát állítólag, hogyha jól tudom, akkor az Alien Isolation-nek így az első pár órája, nagyjából egy 3-4 óra alatt, így nagyon nem találkozunk senkivel, meg nem kéne, hogy nagyon horrorisztikus legyen, de magam szempontjából is kíváncsi leszek rá, hogy mennyire lesz ijesztő. Ugye YouTube-on aki követett, az tudja, hogy én az Outlast-ot ezt végigvittem, ugye az első részét, viszont abban sem volt igazából olyan pillanat szerintem, oké, nagyon megijedtem volna, vagy csak nem látszott rajtam. Viszont ugye ez az Alien Isolation, ez olyan játék, amivel még sose játszottam, nem néztem róla egy gameplay videót sem, csak két ezt videót néztem meg most nem olyan rég. Ja, a mai nap folyamán, hogy egyáltalán mire számít, csak úgy nagyjából, mennyire jó vagy rossz játék. Úgyhogy, ja, itt lehet, hogy több megijedés lesz, mint ahogy korábban volt az Outlast-nél. Jó, srácok, akkor én igazából nem annyira húznám az időt, hanem akkor átmegyünk ide a játék részlegre. Majd játékképet is mindjártok, illetve a webkamerát is egy kicsit majd rosszabbul fogjátok látni, mert ugye magát a világítást, amit használok, azt így lentebb vettem, hogy azért, na, legyen már egy kis horror hangulata ennek a streamnek is, meg nekem se az legyen, hogy amúgy full világosságba játszok, és akkor azt levesz a hangulatból, hanem akkor ilyen sötét. Úgyhogy indítom is az Alien Isolation-t, magyarosítást szedtem le hozzá, töltöttem le, úgyhogy azt szerintem látni fogjátok majd, hogy milyen szövegek vannak, stb. És most, hogyha minden igaz, már képet látok is. Hát figyelj, aki így eddig így le tudom neked húzni, ez így jó. De nem amúgy. Hadd legyen rajtam rendesen a póló, légy szíves. De majd szerintem a holnapi kópra majd ebbe az arcfőzetbe egy kicsit lentebb veszek. Na ugye ez a kezdőképernyője az Alien Isolation-nek. Nagyjából már egyszer ugye elindítottam a játékot. Hát max az egérérzékenységem majd veszek lentebb, hogyha kell. Célzással segítés, meg rezgés funkció be van kapcsolva, bár a kontrollán az most ki van húzva. Hát a grafikából teljes képernyő ablakos, a látómező az ugye, ahogy látom, maxra van húzva.
meg ez a film szemcsésszerű képi világ is azért be van kapcsolva. Ugye Full HD felbontás, V-Sync az ki van kapcsolva, és azon kívül minden ultrára, meg legnagyobbra, meg minden baszóra be van állítva. Nem tudom mennyi FPS-em lesz, remélhetőleg minél több lehet, hogy én ide be is tudom kapcsolni magamnak, ezt szerintem ti nem látjátok. Sőt, lehet, hogy azért biztosan, hogy biztos bekapcsolok egy FPS számláló, csak hogy lássam magamnak, hogy mennyi FPS-sel megy itt a történet. Úgyhogy srácok, én igazából nem húznám az időt, hanem akkor játékindítás, Alien Isolation, új játék indítása. Hát szerintem én ezt könnyű szinten fogom játszani, hát rémálom meg nehéz szinten biztos, hogy nem. Közepes szinten sem nagyon tervezem, így elindítom, akkor legyen könnyű szint, és akkor meglátjuk, hogy mennyire lesz nehéz. Úgy egy kis képbeállítás. Jó, szerintem így akkor ez jó lesz. És akkor induljon a móka. Ha móka lesz egyáltalán. Úgy látom, hogy úgy olvastam gyorsan, még itt a szövegben, hogy nem mindenki agresszív. Meg hogyha olyan majd, akkor a webkamerának a képét azt majd áthelyezem, hogyha rossz helyen lenne. Nem tudom, közületek srácok, volt-e olyan, aki itt az Alien Isolation-ben jártas? Feliratokat bekapcsoltam pedig. Na hát akkor legalább neked is újdonság lesz, Doki, egy-két dolog, vagy olyan, ami majd szép emléket ébreszt bennem. Úristen, ott van Faragó Károly. Ezt ugye szerintem Ellen Ripley mondta, ugye a Alien filmnek ugye a főszereplő nője. Ugye valószínűleg ez volt benne a fekete dobozban, amit a Nostromo-n hagyott abba, volt ez a utolsó kis szöveg. Gyors egy kis ital utántöltés. Valamiért a felirat kikapcsolva maradt. Itt van Samuel, aki a cégnek dolgozik. Úristen, megtalálták az anyukánkat. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Na hát akkor végig lehet izgulni velem együtt. Azt hiszem, hogy ilyen 16 óra, amíg végig lehet játszani. Majd meglátjuk, hogy mennyit kell bújkálni. Itt mondják, hogy a Szevasztopol űrállomáson van a fekete doboz, ami a Nostromo-ról maradt. Hoppá, minket is magukkal akarnak vinni. A Szevasztopoli űrállomása. Vagy egy pákon mondta, űrállomás. Ahhoz képest 2014-es talán a játék, amúgy egész szépen néz ki így az átvezetőben.
így első látásra. Az, hogy ez a live meddig fog tartani, ezt nem tudom, de szerintem nagyjából egy ilyen 1-2 óra lesz köbö. Meglátjuk, hogy hogy haladunk vele. Viszont ezt képet nem tudok nyomni, hogy a beállításokat behozzam, mert jó lenne a feliratot is látni. Na, most már behozta. Feliratozás pedig itt van, hogy be. Ja. Most már lesz akkor felirat is, ha már magyarosítást szedtem le hozzá. Csillja fel ők is. Ma Magnós kazetta ikonnál jelezte ugye, hogy hoppá, micsoda alul öltözött fiatal asszony jött ki itt a kaminból. Mondom, mi vagyunk az a Amanda nevezetű fiatalasszony. Ne, jelentkezzünk be. Egy picit az egérzékenysége még lentebb ezek. Öltöz fel. Micsoda kis madárka. Rendben magamhoz még nem nyúlhatok egy kicsit. Kis ideig. Ön muszáj még menni felöltözni. Na hol van vajon a ruhatár? Personal storage. Csak itt kéne lenne a ruhának, nem? Egy kicsit darab más. Hogy ezekre gondolt, mint ruha? Aha, de visszafele kéne menni ide. Itt erre. És akkor erre felé kellett volna nekem jönni. És ezek is terminálok vannak itt. Verlén navigációs tisztet keresel? Van egy barátom, a kép most vesztette a hajóját és munkát keres. Kezeskedem értem, meg vannak a megfelelő papírjai. Hát ezt nem olvassuk végig. Hát nem így lépek ki. Szavasz, Milan! Hát vagyik nem pont ehhez illik ez a All the Time, de köszi a hangeffektet. Hát ilyen kis gyenge kis horror játékot. Megnézzük, hogy mennyire vagyok szívrohamra érzékeny fiatalember. Verlaine Connell, Samuels, Taylor, Lipri. Ó, úgyhogy a crew ID-n van 003VY. Be vagyok jelentkezve, nagyon jó vagyok. Várjál, itt előbb még tudtam volna zuhanyozni is. Igaz, most öltöztem fel. Legalább ruhástól is tudok zuhanyozni. De ügyes vagyok. Á, nem, azért nem annyira nagyon hangos ez. Azért nem akarok beszarni nagyon. De én még így is be tudok szerintem, úgyhogy... Jó, felveszik a fémhulladékokat. Á, és itt lehet a játékot menteni ilyen telefonoknak. Na, akkor mentsünk egyet. Igen, biztos. Jó. Szerintem akkor itt meg vagyunk, és akkor Taylorral most kéne beszélni. Úgy, de ezért térképen elég lassan mozog az egér. Így van, legalább benned lesettem. Ó, szia, te is ruhában vagy, mert pedig, hogyha nem lettél ónak, akkor is szerintem volna levetkezni. Na mindegy. Szia. Hello. Szia. Hoppá, biztos, hogy ő is egy android.
Melyen a Detroitból szalasztott-e? Worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Hypersleep. I'll go check on her. Na, Samuelszel beszéltem. Itt valami fém hulladékotok vinném, látni a mélybe. Nincs? Ezzel körben nézek, jó? Ödik az, milyen gépezet ez. Nem baj, hogy beraktam ezt az ágyat ide, mert nagyon útban volt. Majd látom, futni nem lehet. Gúlni C-vel lehet. Kontrollt nyomatára tudok itt dülöngélni. Hát tiszta járhat. Jó irányba jövök. Ja. Hát itt gondolom ki tudok menni az űrbe, de oda még látnom kéne. Hát szerintem, hogyha már Alien elő kell bujkálni, meg ilyenek az ilyen kis fényefektek, vagy jók lesznek, amikor ilyen felkapcsolódnak. Erre felé van Taylor, Tom Taylor. Hello. Good morning, Ripley. It's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. Nem ilyen probléma. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Weyland-Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry, that was insensitive. I realize your mother has been missing for 15 years and you... It's okay. We'll both get what we want, right? Have you seen Samuels? He's probably been up for hours. Na srácok, lehet, hogy én kamera ügyileg elrébb helyezkedek. Csak itt akkor nyomok egy eszképet, hogy ne legyen tovább a játék. Mert az életerő csíka, ahogy láttam, itt a bal oldalt van, úgyhogy így szépen én így áthúzódom, így eltűnök, és akkor majd se vagyok. Hopp! Hopp! De szerintem idején átjövök ide a vidra helyére. És akkor a vidrát meg arrébb rakjuk. Így ide. És akkor szerintem így akkor nem kéne, hogy belelógjon az életerő csíkba. Nézzük csak van. Hát talán, hogyha fel kell, akkor belelóg, de... Jó, van, várjál csajsz, mindjárt? Mindjárt vagy. Jó, szerintem így akkor jobb lesz, hogyha így maradunk. Jelen helyzetben. Na. Jó, kell egy tőtet. Hát töltsük meg mi is azt, amit meg kell tűteni. Nézgett a terminálban, ebben van valami most, vagy nem? Személyes megosztott. Torrens kut kimutatás. Á, itt van utasok száma, minden. Na jó. Szavasz, Máté. Hát nem tudom, eltűntem. Itt se vagyok. De már megjelentem. Ja. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. She pays for herself now. You said we're approaching Sevastopol Station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, is that right? I'll hail Sevastopol and arrange boarding with him. Good. Let's get this done. Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how are you doing? Én is biztosít lennék vele. Hát csak rutin. Semmi nem történik. Nem lesz probléma. Gyűjtsd be az eligazító dokumentumot. Ezt itt kell?
Na, mit kell? Ez mi? Ez a kamera, meg akarom nézni. Hát menjek be. Nagy gondolom, itt valami gépet kéne használni. Sziasztok. Működjátok, csak nagyon, nagyon jól csináljátok. Jó vagy. Milyen dokument? Na és egy kis átvezető. Can we see it? Switch to monitors. Sevastopol station. Ne jók ezek a VH-shez hasonló felvételek. Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens, out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol Traffic Control. We're carrying three passengers on a Whaling. Megint topolnak jó sokszor, köszönnek. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Nem azért, de a dokkoló szét, vagy a dokk részleg szét van vemmel Szevasztopolon, aki ott van, nem tudna rendesen rádiózni, én biztos nem mennék oda. Jaj, szegény jogi, csajszi. Semmiász volt az Android, nem? De nem tudom, hogy itt Androidoknak hívták-e őket. Na, puf. Azt így szépen vágták a tele. Uff. Még te jó lett volna, ha nem Amandával megyünk, hanem a szemüveges csajja. Biztos még jobban beszartunk volna mindentől. Mondjuk ez jó hangeffekt bejátszás volt a tézere. Karbantartó szerzem a mágneses szár kioldásához. Erre valaki csináljon már egy klipet, közben hidratálok. Rendben, Doki. Ha írtam, azt mondom, hogy srácok, szünet, mert mennem kell most dubak, az azért van, mert bepisíltem miattad, jó? Mert vagy, ha hirtelen rángatóznék, már kapsz ennél szám, akkor szívromat kaptam. Ja, hogy én most itt leraktam az űrruhát? Hát, lehet nem ez volt a legjobb ötlet. Adjátok vissza az űrruhámat. Az a hát, hogyha nehezebben halok meg. Ó, szia ajtó. Amíg innen jöttem.
Hát akkor mentsünk maniálisan. És akkor srácok, köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt a live, nem amúgy vicceltem. Azaz. Én itt is van térkép. Hát persze, csak annyi térkép, amennyit felfedeztem. De jó. Megyünk jobbra, mert mindenki jobbkezes, vagy nagyon sok ember a világon jobbkezes. És akkor biztos, hogy jobb oldalra kell menni. Lehet, hogy ez a rengés, ez nem volt jó. Köszi, Krisztóf. Hát, pihetett, Doki, nyugodtan, hogyha ahhoz van kedved. Szerintem, hogyha balra jövünk, akkor itt megyünk végig, nem? Ja, úgyhogy igazából mindegy, hogy jobbra vagy balra. Hello, Kristóf. Nem tudom ugrálni, nem lehet. Hát te azért jobb ijesztés kell. Ezért lángolsz itt. Ó, egy lyuk. Bevegyünk a lyukba. Vagy arra nem tudok menni. Befogadjunk, lesz olyan is. Amikor ezek szét fognak durranni mellettem, mert miért ne? De szerintem Szevasztopol lesz, ennek mindjárt Szevasz lesz. Én úgy érzem. Amúgy tényleg, Doki, hogyha már itt vagy. Előző hétvégem, Konyuszájéka voltál, Pamela színi nyertél? Legalább top 3-ban benn voltál. Rendben, már igyekszek nem eldurranni. Vagy kidurranni, vagy hogy mondják. Space flight control, hát oda nem tudunk menni. Hát szerintem lehet arra se kéne menni. Nézzük, terminálban van itt valami. Szavazta link. Sérült oszti, megosztott leszerelés. A Szevasztopolt leszeredik. Na hát pont kijött volna a forgalomból úgyis, úgyhogy mindegy, hogyha szétesik. Az öltönyösök droidokkal akarják csináltatni, ugye a leszerelést, ami azt jelenti, hogy csak néhány külsős vállalkozóan fogunk tudni segíteni, de ez túl órát jelent. Azt ajánlom, hogy fogadjatok el mindent, amíg még lehet. Na hát itt is mindenki túlóráztatnak. Szeretném leszögezni, hogy a leszerelés nem egyenlő a zsákba macskával, mindent leltába veszünk, és akit rajta kapok, azt személyesen fogom elvinni a Marshallhoz. Főholdára. Na, hamarabb jelentkeztem ki, mint kellett volna. Jó, és akkor... Hát ez is sérül dosszi. Akkor nem tudunk belemenni. Na mindig. Jó, hát mondjuk Gabaz nem úgyis rohadt jól játszik az a Palmer Party nevezeti játékkal, úgyhogy nem csodálom, hogy megint ő lett az első. De hogyha top 3-ban volt, akkor GGVP. Kapsz szíveket is. Na hát az employee lánkba nem megyünk, vagy láncsba, hanem akkor megyünk az employee szonlira. Gyere, robbanj az arcomba. Hát nem. Na, nézzétek, nem az arcomba robban, csak lezuhana. Kuc. Hát így van, Toki, minden lyukat, meg minden lyukat magamével kell tenni. Nincs ma sem. Fákja. Vagy fákjú.
Ó, milyen jó kis lencse effekt van ezen a fákján amúgy. Jó, hát szerintem oda nem megyek be. Na, akkor itt át megyünk. Jó, hogy ezt el tudom dobni. Na, ez jó. Rádobom az élénre, meghalva jön. Na, de fel tudunk jutni. És szerintem így a földre helyezem. Milyen lesz az? Nagyon, de tovább tudok? Nézzük már meg. Lehet, hogy a fákját magammal kellett volna hozni, de nem biztos. Kötőanyag, kötőanyag, SCI injektor. És egy kötőanyag. Jó lesz ez, majd valamit összeeszkábálunk belőle, majd mit tudom én. Keresünk egy üres szobát, levetkezünk aztán. Csinálunk ilyen kapapájdas dolgokat. Nem, minden jöttünk Dokiára. Modell össze, most már legalább tudom, hogyha hosszú nyomon shiftet, akkor szaladok. És szaladjuk. És itt tudjátok, mint ezt fel tudom még venni? Ja, nem. Beleülni tudtam volna, de hát seggem találod. Nem ásszunk. De hát, hogyha valami android a fejünknek na hát, ennyi doki, egy kis kedvoldónak is jók ezek a szívecskék. Hoppá, SCI-nektől, az kell. Jó, rádiót nehogy lemerüljön benne a zenem. Egy illet. Ajtó. Oh, hello. Lehet ez a gép nem tudunk csinálni semmit. Forgotten. Hú. Fuck you. Na, nézd meg. Hú. De itt nem láttam mi van odaírva. Haló? Nincs még fuck you. Vagy fákja. Nincs. Na. Akkor nem olvassuk el ott a feliratokat, nem látom. Oh, hello. Jó, azt hittem, hogy ezt itt végtelenségig lehet csinálni. 2000 kilojoule watt szekundum generátor. Nem tetszik nekem ezek a hangok. Jó, előbb terminál, utána mentünk egyet. Jó. Készlet átköltözés. Kód 0340. Ezt a 0340-et leírná valaki a chatra, hogy megmaradjon ez a kód. Köszönöm szépen.
Igen, Doki, nagyon tetszene, de Alien jelmezbe becsináld, jó? Köszi. Úgy nagyon tetszene. Na, itt is van egy mentés. Így mehetünk tovább. De vagy mi az, ami itt csipa? Ugye térkép modullal legalább tudjuk, hogy merre vagyunk, arccal hátra. Szerintem oda kéne tovább menni, nem? Mert ezen az ajtón jöttünk be, nem? Igen, erről jöttünk, akkor miért mennék oda vissza? Áramellátás szükséges, akkor szerintem most az áramot kéne visszakapcsolni. Mi volt a kód? 0340. Na, nézzük, mit hagytak itt nekünk. Fákja. Ez jó. Orvosi csomag V1. Hogy így lehet, aha, egy barkács egy dolgokat. Jó. Aha, viszont B vegyületünk már nincsen hozzá. És hogy, igen. Jó, oké. Fém hulladék. Nem tudom, hogy ezt a fákját el kéne használni, vagy nem. Ez az, Doki. De remélem, te is ilyen nagy, ha ki tudod nyújtani. Köszi a követés, Krisi. Nem? Már azt hittem, hogy rájöttem, hogy mi az a pittyegő hang. Viszont, hogy ez a, vagy a telefon? Jó, akkor azt viszont itt lent kéne. I guess. Hát nem ott. No, Mikey, that was so not right. Köszi, Doki. Go ahead, Toto. You need to reinstate the lamp before. That's not right. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. Mit kell ezt a áramellátást helyrehozni? De hogy a faszomba hozom én azt helyre? Ugye, de abban sincs áram. Ebbe sincs. Itt meg szerintem nem tudok áramellátás helyre hozni. Mondom, nekem az a pittyegő hang, az nekem valamire kell. Hát na, egy kicsit hosszú, de az F1-ek alatt azért jól szokott jönni. Jó, áramellátás, áramellátás. Hol vagy áramellátás? Ezt megcsináltuk, de ezzel nem történt semmi. Itt meg már nincsen semmi. Ja, bassz meg. Sziasztok!
Vaj, miért szaladtak onnan? Á, így legalább akkor látom, hogy mi van ideírva. This life for... Így ez a gép nem használható, nem? Viszont ezt a kaput még továbbá se lehet használni. Igen, vegyület, injektor, vegyület. Én orvosi csomagot akkor csinálunk. Még egyet, biztos, hogy biztos. Sőt, akkor egyet használni is kéne. Jó, hogy legalább fullan van az életünk. Sőt, tudok még csinálni? Ezért tudok. Jó. De többet nem tudok. B-vegyület. Úristen, mindjárt annyi vegyületünk lesz, hogy mi leszünk majd Amerika kapitány. Jó, hát akkor menjünk tovább az eredeti irányba. Szerintem az a zármas dolga nem kellett volna így végig mennem, ezt szerintem megbaszott volna. Hát nem tudom, a Mandának milyen igényei vannak, lehet, hogy örült volna neki. Tomorrow, no together, future. Ez egy jó nagy ez a űrállomás. Ez vagy nagyon vészjósú zene itt. Ion vágó szükséges. Hát ez szerintem nem egy kinyitható ajtó. Van vágó szükséges ahhoz is. Na hát arra nem tudunk menni, úgyhogy akkor menjünk itt fel a másik lépcsőn. Ilyenkor lenne egy pulzusmérő, hogy legalább a pulzusomat látnátok, de ahhoz szerintem valami külön ketyerét kéne rendelni, meg beállítom OBS-be. Vicces lenne. Hajó! Szia, hajó! Hello! Itt vagyok, halló, ahó, vagyok. Hú, a Mandával nagy összhangban vagyunk. Ő is mondta, hogy itt vagyunk. Hopp. Már most lehúzódtak az ajtók. Oda kéne valahogy jutni. Hm. Hát majd valami szervizaknak kell hozzá. Nem tetszik nekem ezek a hangok, amiket hallom. Jó, itt van a fákja. Ó, itt megint egy ilyen ebeti nyomogató szucs. Ja, hogy ott írja power levelt így, aha. Na, most sem fák. Ja, nem kell. Ilyen no signal. Nem szeretik a signal. Oh, rémet. Inkább jobb, hogyha fák jönnek az ember. Hoppá. Itt fogok valaki? Hello! De mit mozogsz magadtól, maradjál már nyugtan. Dég.
adná egy kis kínai kifűzdés kajárdát, kér valaki? Nézzük meg megint előbb a terminált. Elmentünk egy. Lehúzzák a rolót. Zoe, sajnálom, de a következő héten már nem kell jönnöm. A hitelt nem bírták fizetni. Ja, az úgy jó. Minden űrrepülési terminál alkalmazottnak a közbiztonság és a pánik megelőzésének érdekében világossá kell tennem az összes potenciális utas számára, hogy jelenleg nincs menetrend szerint elutazójárat a Szevasztopolról, és elérhető hajó sem. A gyarmati marsallok az állomáson vizsgálják ki a problémákat, és ennek megfelelően tájékoztatnak. Az jó, bárki el akart volna innen menni, nem tudott. Mi az az Apolló? Az Apolló egy központi mesterséges intelligencia, ami figyeli és útmutatást nyújt az összes munka androidnak a Szevasztopolon. Valamint az Apolló felügyel az összes kommunikációt az állomáson, szóval bárhol is légy, tud, hogy biztos kezekben vagy. Aha, aztán hogyha megkibásodnak ezek az droidok, akkor meg baszhatod, már megölnek. Na jó, mentsünk egyet. Remélem nincs olyan a játékban, hogy jössz egy ilyen mentési állomásra, bedögöd a kártyát, menteni ide a játékot, és közben így jön az alien, és a füledbe suttog, hogy... Ajjaj, már pisztolyjal lövöldöztek. Az nem jó. Jó, még egyszer megnézem a terminált, hogy nem hagytam benne valamit. Ugyanúgy, mint a előbb az áram most cuszne. Jó, itt nem tudok nyomni semmi. Jó. Így van, a topolnak mindig köszönünk. Jó, ott kapcsoltam fel az áramat, akkor szerintem megyünk vissza. Welcome to the end of the line. Ajjaj, de nem most kezdve majd beindulni a játék. You always know working Joe. Hát oda továbbra se tudunk menni jelenleg. Az ott egy nagy X. És akkor mindig ion vágó kéne. Mutat itt valamit, hogy hova kéne mennem? Nem mutat semmi. Ó, napló archívum, személyes napló. Van itt pár dolog. Szerintem valamit megint otthagytam, vagy kihagytam. Honnan szerzek én ilyen ionvágót? Mi ezt craftolni kell? Barkácsolás töltet. De én nem ilyet akarok barkácsolni, ionvágót akarok barkácsolni, ezt nem lehet. Ó, hát szerintem visszajövök a munkajáldáshoz, aztán ott próbálok meg valamit keresni. Vegyünk, hogy itt középen nem voltunk lent. Nem lehet csinálni semmit. Annál a gépnél végképp nem, mert ez csak egy ilyen kis várakozó. Mi onnan jöttem.
Itt szervíz alagút, vagy valami, nincsen semmi. Google-ba se tudok átmenni. Ez is keep out. Hát akkor valamit errefelé kéne nézni. Ezek a gépek sem működnek. Ja, mint a power-t, azt bekapcsoltuk. Nem tudok felugrani. Ez az ajtó továbbra sem nyitható, de szerintem itt tudunk ugye bemenni. Kihagytam itt valamit? Ja, szerintem ennek van ilyen sípuló hangja pedig. Ott abban nincs semmi. Fém hulladék. Ja, hogy a tovább egy akna fedél, jó, oké, hülye vagyok. Na, mi menők leszünk és fordulunk a fákjával. Jó éjszakát, gyerekek! Jó éjszakát! Kinnit voltél? Kinnit voltél? This whole damn place is falling apart. Nyugi, aki nem kell semmilyen hangtól befosni. Jó lesz. Csak nyomasztóvá próbálják tenni a hangulatot, de nem kell. Ott meg elszállt egy emberke. Ne szaladjál, gyere barátkozni. Ahó. Utána dobjak egy fel. De hogy szaladt így el? És... Hogy ilyen rohadt gyors ez az android? Mert szerintem ez android lesz. Jó, hát erre nem tudok menni, de erre meg már úgy is tudom. Jó, erre megint nem lehet.
ajtóba? Na itt már van egy pár ajtó, amiben lehet menni. Ó, hullák. És fegyverek. Dig. Szét lehet, lehet focizni a bőrön, de... Tól. Ez meg már plaszma vágó kell. Azt te mindenit. Hát itt mindenféle vágó eszközök kellene ide. Hallom, valaki izgult, valakinek fenn volt a vérnyomása, nagyon hamar el akart inni innen. Mi a baj? Mit jajogsz? Karbantartó szem szükséges. Van lehet lerúgni ezt a lakaton? Mondom, nem. Amúgy hallottam hírét, hogy esett a hó, de lát nem láttam, az tény. Bár itt el is olvadt, úgyhogy. De ha minden igaz, még a holnapi nap vagy emelni is fog még esni. Jaj, bocsánat hullák, jaj, bocsánat, hogy így áttaposok rajtadok, jaj. Na, nézzük akkor ezen az ajtónál, mi van, mert ez az egyetlen, ahol lehet menni. Durvák a fényefektek amúgy ebben a játékban, jól néz ki. Nekem arra az irány nem tetszik. Jó, power level itt is. Hát még szerintem majd fog esni ott hó. Mint valami metró állomásokon olyan hangja volt ennek a nyíló ajtónak. Itt kaphatok ilyen szerszámot, megvágó szerszámot? Itt van errefelé a barkácsból. Dékosz lelökik annál szíjatra. Biztos Tiger-t azt játszott-e. Jó. Jöttem szerszámért, de utána megyek tovább. Szevasztopol verziójú Playboy magazin. Jól fogadjunk, ide is vágó szerszám kell, mi? Persze. Hát akkor keressünk, hát errefelé van a barkácsból. Vicces lett volna, hogyha innen az élen kidugja a fejét és elkapja a fejem, akkor biztos beszartam volna. Hopp. Az még itt nekem nem tetszik, de talán szerintem nem szerszem. Igen, plazmavágó szükséges. Szerintem ott errefelé. Van itt valami lyuk, amiben be lehet mászni, nem? Jön vágó kell. Nem lát felúg. Ja, ha a fákját vegyesek, ahol. Na jó, akkor azt tegyük a fákja. Nem lássak is valamit. Igen, plaszma vágunk kell. De hozzá kéne bemenni, de nem tudok bemenni.
Láttatok valamit, amit én nem vettem észre? Mert az áramot bekapcsoltam, az biztos. Azaz, doki. Ez a fákja vagy meddig ég? Egész jó bírja. Jó, ez még mindig szerszám kéne. De erre nem volt ajtó, ami kinyílt esetleg. Nem, plazmavágó. Fuck. Seekson. Majdnem Sexonnak írtam, olvastam. Már kinyitni. Jó, hát itt akkor nézzünk szét felül, ha történt valami. Megdiszmassalsz. Ez az ajtó szerintem eddig nem volt nyitható, de ilyen körbe nézünk. Úgy így rejtőzök el. Kukucs. Na jó, és ebbe tüvel jövök ki. Jó, az egy mentő. De a kórház? Nem Szevasztopol mentők, de a kórház? Bizonyíték megőrzőbe volt. Karbantartó szerszámmal. Szerintem az a fickó, akit láttunk, hogy ott meg van halva, és van nála valami. Ami nekem kellhet. Mikor tényleg itt sakkoztak is. 2137. november, de jó Isten, hát addig én élni is a fó. Na, viszont akkor mentsünk itt egyet. Ali Mitsu. Nem. Merre tovább? Nézzük meg ezt a helyet, hogy itt mi van. Kukucs. Nincs itt senki. Sőt, igazából semmi nincs itt, úgyhogy... És egy potyakitérő volt. Igen, karbantartó szerszám. Rádiót nem kapcsolunk, nem kellene a puzzájuk. Szerintem majd ezzel jutunk be oda. Én körbenézek, hogy van-e bármi használható. Lootolni való. És ott van a karbantartó szerszám. Hát szegénnyel valami történt. De vajon tojást is raktak bele? Vagy sem. Ez itt a kérdés. Na, jó étvágyat hozzá, Dani. És milyen ízesítésűt, ha szabad kérdeznem? Inkább valami jó csípős. Azért a valóságban így nem mennék így a gyaknába végig, hogy itt sziklázik minden, mint a rohadás. Yeah. Valaki itt ide szart, vagy ide vérzett, nem tudom. Hopp.
Na nézzük, mit mondott Watson. Ilyen azonosító felvéve, és akkor fékelhető a karbantartó szerszámot, remélem az arcomba ugrik. Uff. Mekkora beszólás, azt a mindenit. Ezt a csavarhúzót nem visszük meg itt, ezt a csavarkulcsot. Hát az is jó lenne. Ezeket jól szík kinyitogatni. Hát legalább külön gomb nem kell hozzá így extrába. Milyen 100%-os táppénzre gondolsz, Bicu? Grander? Jó, hogy fejet hozzá. Ennyi, Doki, ennyi. Na, de úgy látom, ugyanaz lesz. Bal jobb klik, aztán a betű. Szegények mondjuk ezért dolgozhattak ezeken a pántak, hogy én most leszedem az összesen. Jó, betűanyag, lejátszás. Heist. Ah, Dati. Ah, megijedtem. Jó. Hát végül is amúgy Micu, igen. Bár 2137-ben nem tudom, hogy ez hogy működik. Örülök neki, de ne is tetszen. Na hát gyűjtöttünk be fákját. Á, és így lehet az asztalába bújni. Na hát akkor én itt maradok, aztán majd megoldódnak a dolgok. Amúgy csak vicceltem. De most akkor azt is tudom, hogy lehet az asztal alá bújni. Jó. Érdekes hangeffekt. Valaki vajon van itt le? Na, jöttek már, az biztos, hogy a főkapuhoz kell menni, mert itt is van egy pánt, ezt majd le kell szedni. De még szerintem nem megyek ide. Na, akkor megyek ezen az ajtón. Na, itt is volt egy pánt, amit le lehet szedni. Úgyhogy amiket olyan, akkor azt leszedem. Egy kis barkács asztal. Itt egy szerkezet fémhulladék. Na olyan, szerintetek a játékban hányszor fogunk meghalni? Ja, ez meg az ionvágó kell. Ez meg plaszma. Jó, itt is volt olyan, amit pántal lehet, vagy ezzel a...
Munkás utcát lehet szétvágni, nem? De visszanézek. I. De azért hát, hogyha jobban tudok bujkálni. Ja, de nem tudok, mert... Ja, de... Vissza tudok menni még. Nem tudom, mennyire érdemes. Nekem úgy rémlik, hogy még itt volt olyan, amit így ki lehet vágni ezzel a munkaeszközzel. Ionvágó kellett ahhoz. Hát odáig meg lehet, nem kéne visszamenni, mi? Nagyon pocsára jöttem én szerintem ide. Kajjunk vissza a főkapuhoz. Úgy arra kell menni. Eredetileg. Hallottam már róla, igen, kabart. Miki is játszott vele. Már azért nem vagyok annyira nagy horror műfaj kedvelője, csak ezt a Isolation-t azt, amit ki akartam próbálni. Mert az Alien filmeket is azért szerettem. De amúgy ismerem. Hát az biztos, hogy ez. Nem tetszenek nekem ezek a hangok. Ó, átvezető. Ajjaj. Hát igen, kabarc. Nekem is sok olyan játék van, amiért nem vittem végig, vagy néztem végig játszásban, már hogy végig akarom vinni. Boarding with two colleagues. EVA. Nekem az ott lesz annyira valahogy így nem volt, bár jó, én csak az első részével játszottam a Whistleblowerrel, meg a másik része az nem. What's in it for me? A place on the ship. How do I know I can trust you? I need to find comms. I need to contact my ship. Nyugi, android vagy ki vagy te, úgyis téged fog az alien megenni. Was that
that you following me back there? Had to keep my distance. Can't take any chances. Inquisitive type, eh? Stick close to me. What? Hey, don't move. Okay. We're not looking for trouble. Who are you? I'm John. This is Ringo. They're just some assholes. We haven't got time for this. Come on, Janna. We're trying to get to comms. Can you help us? We don't need their help. Don't tell them anything. Look, I've got the elevator working. Janna? I'm sorry. Good luck. Nem kövessük most Axelt. Alexet. Sziasztok. Egy valamit, srácok, szerintem csinálok, hogyha tudok. Mert egy picit bentebb veszem. Ja, egy kicsit többet látok a sötétebb részekben is. Hát valószínű is egy szekrényben bujkáltott a fegyverével, más droiddal találkozott, vagy ember lesz, meg valószínűleg lelőtte. Kell már egy ilyen érzésem. Na oké, majd az alien téged öl meg. Nem tudtam megnyomni a gombot, vagy mi a? Hoppácska! Zsántot! Na! Na! Jó napot kívánok! Szabasz, szuper! Hát itt mi történt? Simogathatjuk egymás haját. Öreg, kopasz fegyügye, tudtad? Vagy a kopasz, vagy a fazadon a szört kell simogatni, vagy mi? Az a szuper. Lehet Tracer is jókor küldte Bunny-t a üzenetet. Na jó. Shit. We need to move. This way. Get down. This is bullshit, man. We should be looking for a way off. Are you crazy? There's no way off. At least we're safe down here. For how long? What if they come for us? Then we shoot the crap out of them. Now shut up. You're making me nervous. Meg is szerintem gyakrabban ragadtak fegybe. Bevegyünk a lyukba. Ez az, gyere. Hát menjek én is a lyukatba. Ja, vagy nem is a tiédbe, bocsánat. Elég még egy nagy lyukba, majd utána a tiédbe. Köszi a hangefektet tízere. Someone should be doing something. They are. It's called surviving. És mikor jön az alien, hogy átszúrja a mellkasát? Érdekes, hogy lyukba befelé mászáshoz kell levetni, de kifelé csak így simán kijövök. Hát akkor én kirabolnak a faszomba. Rádiót minek hagyod bekapcsolom, így egy fejlámpállam.
Ó, fejlámpa. Az mondjuk jól jöhet. Just be careful not to flash it around. We don't want to get caught. Let's go. Ne is F2-t tudom már kapcsolni. Hát akkor fákja igazából, nem is nagyon kell. Jó van, this way, de hadd menj csak mellett egyet. Az a baj, hogy az Alien-nak nem ilyen szereken él. Hova már bemászok a lyukatba, várjál meg. Jó, amúgy egy Axel amúgy a sötétbe is lát. Nem azért. Látom. Hát az is szerintem egy megoldás kis túfja. De hát ő megy be mindig előbb a lyukon, utána én mászok be abba a lyukba, úgyhogy de ő van benne, akkor ez már az, hogy ő lyuka, nem? Azt mondod, Axel. Mint hogyha az Alien amúgy nem járkálna ilyenekbe. De nem srácok, hogy nagyjából max egy órát játszunk még ezzel, és akkor utána én megyek. Tudom, hogy lehet, hogy akkor indulna be a történés, meg minden, de felvezetésnek ennyi is elég lesz majd szerintem. És szerintem horrorból így ezt fogjuk végigjátszani. Viszont szerintem minden második héten péntekenként lesz ebből live. Vagy egy péntek lesz, amikor veletek Discordon ugye multizok. Másik következő héten meg akkor szerintem horrorozás lesz. Hát így van, mármint a Last of Us-ba a kis se is megmondta, hogy hát ő se nem lánynak, se nem fiúnak gondolja magát, ő már ilyen non-bináris. Hogy se nem tartozik se ide, se oda. Nem csinálok semmit, öcskös. Én kuspa vagyok. Akit nem ismertek, lőjétek le. Ennyi. Végül is. Hogy csináljam? Itt van valami... Kapcsold le a generátort, az akkor ott van, akkor erre felé kéne körbe menni, nem? Someone's gonna have to tell the boss. Boss? He's a goddamn store clerk. Yeah? Maybe you think you could do better. He's not saying that. I'm just saying that... Just stop saying. Mit csináljak, srácok? That is, if you could keep your trap.
Ja, szerintem nem el kellett volna enni, de itt van egy jó kis fekvény, mindjárt fogsz egy beadni. Amúgy csak vicceltem. Hát egy kicsit korán másztam ki, de... Jól van, Axel. Követlek. Miért érzem azt, hogy kurvára meg fogok ijedni, amikor hirtelen... Na, várj egy kicsit, Axel, hadd menj csak egyet. Hogy így követtem, és szerintem így hirtelen rá fog ugrani az alien, azt átjukasztja a válkasát. Vajon én menjek előre? Mr. Axel. Nem ilyen, nem jössz? Na megyek. Megyek én akkor magamtól. És kell lesz. Erre mellátás szükséges. Hadd menjek majd vissza a terminálhoz. Jó, de várjál. Hadd olvassak terminált. Jó, köszi. Szemet vinnek. Hát itt is mindent elviszek, amit tudnak. Ja, akkor ezért kell egyszerre megnyomni a gombot. Kifogyó van a lőszer. Aspirin, ételkonzerv, gabonaféle, víz, fogkrém, cigaretta, WC-papír, ipari szakszalag, orvosi csomag, tejpor. Na, itt se isznak már rendes tejet. És már nem szeretik, hogy hatósági járok. Ja, a másik oldalra kell mennem, bocsi. Megyek már, megyek, bocsi. Lehet most lesz az, hogy egyszerre megnyomjuk a gombot, aztán így az alien átszúrja. Hát meg kell menteni. Dich. Hát nem, mit szóval úgy tűnik, nem? Hát akkor szaladj, Axel. Hoppá. You killed that guy because he was going to kill me. You saved my life. Felülről megmondja, én az alien. Mivel fogadjunk? Csókold meg. Nem. Te miért a felett a lyuk
Hogy a lyuk alatt kell megállni. Istenem, hülye. Ennek szerintem át lett szúrva a mellkasa, de nem biztos. Pápa Axel, örültem, hogy itt voltál. Jó van, akkor Amanda, menjünk tovább. Akkor nem időzök itt. A fákjámat akarom. Hát másfél órát mondjuk nem. És ez... Azok így eldobtam fákját. Ó, de most hova menjek tovább? Azt mondd meg nekem. Nem tudok az éjjel után sem menni. Ha vissza nem kéne menni, az biztos. Hát valamerre csak erre kell, na? Ja, az van. Na itt vagy már? Nem tetszik nekem ez a zene. Nem is jön senki. Úgy tűnik, Doki, igen. Axel ember volt. Mint aki ugye... elkezdtek minket ugye követni. Nyugodtan, mi lehet. És hát azért hát is eljegyetek meg túlságosan, de lehet, hogy ti jobban megtudtok, mint én. Így van, megjukaszták a lyukasztót, úgyhogy nem fogjuk egymás haját simogatni. Hát én most is szomorú lettem. Meg úgy megsimogattam volna a haját, ami nincs. De szép hosszú neved volt. Milyen áthúzogatás? What? Ja, áthúzagoló, áthúzagolás, jó, de nem áthúzogatás. Igen.
Akkor itt tudom beállítani, hogy melyik legyen aktív. Ó, hát meglátjuk, hogy mikor kezd használni. Szállítóhívás, igen. Szállítóhívás. Most akarok én egyetlen szállítót hívni? Itt is van áthúzagolás. Ja, és akkor ezzel meg a másik oldalt lehet, aha. Jó. Ja. Jó, egy jó kis játékmentés. Jó. Ja. Nézzük meg erre mi van. Új térképmodul, térképmodul. Zsírkiárályos, májkrémes kenyér. Hát pedig erre tudok menni. Még azt sem tudom most milyen küldetés, vagy hogy kell. Juss el Sixon kommunikációhoz. Ez a lakótorony. Űrrepülő terminál. Skim torony, gépészeti platform, hát. No weapons allowed. Nézzük, mi van itt. Wow! Állj fel! Na, itt se vagyok. Szerintem ezelőtt vették fel a James Bond filmeknek a részét is. Volt ilyen összeszűkülősek gyúknyílás. Jó, a szár. De vajon hol futhatott a nő? Keresítsd az adatszállát, akkor az valahol arra lehet. Mire akartok ti engem megölni? Aha, most már a földszinten vagyok. Jó, itt futás van. Erre nem tudok menni. Au.
Ow. 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 Ow, ow, ow. Ow. Na hát, hogy rossz irányba jöttem. Na hát az első halál meg volt, de legalább nem az Alien-től. Hogy most innen kell kezdeni? Jó, térképfrissítés megvan. Erre megyünk. Erre nem volt semmi. És akkor nekem most kéne sietni. Összes. Abban nem volt semmi. Jó, és akkor nem megyünk fel. Köszi, Doki. Na, olyan merre kőn venni. Viszont elmentem most itt a játékot, hogy ne kell, hogyha meghalnánk még egyszer, akkor ne kelljen izélni. Újra lejátszani itt a dolgokat. Mert ellefelé... Onnan én tudtunk más csinálni. Hát én nem tudom, Doki. Anyukáméket kell megkérdezni, hogy mit csináltak velem, hogy én nem vagyok ilyen így idős fajta. Hopp. Egy injektor. Milyen ott elrejtőzni? Hát úgy tűnik ott nem. Álljatok csak. Ja. Tök mindegy. Hát igen, Doki, sajnos itt nálam előfordulnak a reklamációs reklámok. Jó, de itt erre felé volt bármi ajtó, vagy ilyenek, ami nekem kéne. Nem megfelelő eszköz. Mit ezzel, hogyha a hangszóró rendszerbe viszem, akkor mi történik? Belülre megjött majd az éli. Jó. Hát igazából itt nem történik semmi. Jó, akkor másik. Baszd meg! He, menj már innen, az anyádat! Na, arra mondjuk nem számítottam, hogy ide is átjön. Baszd meg. De hogy elkezdett már szaladni? Nem én bajúszom.
Hát ez egy jó kérdés, de szerintem nem. Mert itt a másiknál, ahogy itt nézem, ugye csak egy darab feszültség az, ami elérhető. Jó, hát. Ha megtámadnak minket, leütjük. Nincs mese. Amint erre tudunk menni. Az átajtó. De miért van folyamatosan ilyen zene? Nem csak ezt nem értem. Húzom, ott van egy. Észrevett mi? Még nem. Gondolom mindenkit nem kéne leütni. Én itt se vagyok. Az van. Nem is felém nézel. Nem, ezt akartam, ezt akartam. Au, au. És valami szekrényen be álltok bújni. Gyerünk, segjük, gyere. Ja? Nem, nem, menjünk itt, megnézzük, mi az ellenti segjük. Hát igazából, mivel ők is megpróbálnak megölni engem, akkor most én miért ne öljem meg őket? Igen, egy plazma mágó kéne. Kajak ide is beférek? Már hogy lehetek én ilyen vékony? Mert nem azért. Még azért, na, vicces volt, hogy itt az asztalnál felnéztem és hopp, hirtelen ott van valaki. Na, figyeljük most ezt a segjüket. Nem? Most megy el. Nagyon jó. Viszont ott volt egy kapcsoló. Jó, ott vannak ketten.
Még ezt az áthozagolós dolgot még eddig nem értem. Hogy működik. Ó, az egy nyitható ajtó. Szerintem úgy is erre kellett volna jönni. Max, ha jön még valaki, leütjük azt is. Azon nem új jön. Ez a hang nekem nem tetszik. Ez a vérfolt se. Alacsony energia szint. Na, akkor itt mentünk egyet. Na, nézzük meg erre, mi van. Van egy kamera. Mondjuk elemet amúgy találhatnánk a fejlámpába. Szél. A lőeszköz. Ez meg le van szárva. Na, hiszik ez hova vezet? Sőt, akkor használjunk fákját. Húz a töltet, ez nekünk azt hiszem jó. De szerintem, amik eddig volt nekünk, azok köszönjük az egyikje. Ezt nem tetszik. Ez kurva nem tetszik. Mentek még egyszer csak azért, mert felszedtem a cuccokat. És most nézni kéne egy térképet, hogy hova kéne tovább. Ott az le van zárva. Mutasd át a technikai támogatást. Rejtőzés.
Ügyepkednek már a fém alkatrészek. Ó, majd ettől lentebb már nem tudok hova menni. Ez a baj, hogy még a főterületen lenne jó körbenézni, ahol meg akarnak ölni minket. Itt ezeknél lyukaknál ugye egy helyre jutunk csak. Azt le van zárva. Helye. A technikai támogatás, tech workshop. Akkor ide kéne csak... Csak ahhoz működnie kéne annak az eszköznek, amit felvettünk a csajtól, mi? Markács, nem tudok valamit belőle? Tudod, az orvosi csomag, nekem nem az kell. No, köszi a hiddetás, Cubosi. Később vettem észre. Jó, itt meg már körbenéztem, és itt nem találtam semmit, ami... Ó, revolver. Kulcskátja. Az alacsony energia szint. Majd most én is lövöldözzek. Muszáj lesz szerintetek, hogy el tudok sűnyögni mellettük? Akik ott vannak emberek. Lehet, hogy bajják, hogyha lelövöm őket, nem? Ha már ők lőnek. Meg vagy mire jó a kulcskártya? Ez jó. Mely ide szerintem nem kulcskártya kell. Jó, hát nincs más ötletem, akkor vissza felmegyünk. Vagy nem tudok menni sehova. Én se tudok hova menni, de elbújni lehet csak. Nem megfelelő eszköz. Akkor én hogy jöttem ide? What? Álljátok meg, akkor én hogy a faszomba jöttem be ide? Hogyha azt írja, hogy nem megfelelő eszköz, csak az egyik oldalra működik. Fasza. Áramellátás szükséges. Még ez nem jó. De akkor hova való az a kulcskártya? Ez itt a kérdés. Nem hiszem, hogy ide való vagy, ne? De hogy nem? Jó. Rájövök én, szépen srácok nyugodtan. Hogy mit kell csinálni? De minek nekem ennyi azonosító kártya? És értem. Ez céljének dolga. Tőanyag. Hát arra még nem megyek tovább. Ez így elő. Baj. Hello.
Nem tetszett nekem ez a hang az elő. Ó, villanógránát. Na, bobarkát sem csak. Jó, akkor sem van egy villanógránát. Orvosi csomagot is kéne csinálnunk. Azt elhasználtam. Jó. Milyen jól meg lett ágyazva itt. Jó, az üres. Úgyhogy ennyire sok asztallal lám, úgy be lehet bújni. Mert nyilván nem azt mondom, hogy rossz dolog. Ó, füstbomba. Csoda, tervrajzok vannak itt, kérem szépen. Ennyi, mehetünk Call of Duty-zni. De is már lesz elég felszerelés, ez tervrajz. Na és most ugrik az alien az arcunkba. Dég, hogy tudja már kódot. Ez. Nem tetszik nekem ezek a hangok. Mit kell csinálni? Ó. Nem tetszik nekem ez a hang. Igen. Várjál már most. Akkor ez. És ez. Jó. Akkor ezek megvannak. Na, igen. Igen. Jó. Az az picu. Úgy gondolod? Igen, ott rejtőzni tudok. Tudok eltelni semmit rejtőzni. Azonosító kártya, mert abban úgy sincs elég. Na jó, srácok, visszamegyünk ide a mentési ponthoz. Elmentem, és akkor a mai nap ennyi volt.
És akkor majd két hét múlva pénteken megfolytatjuk. Mégis egy jó 2 óra 10 percet itt elszerencsétlenkedtem vele. Azaz, Doki. Nagy hekkelési képességeim. Jaj. Na jó van, srácok. Akkor szerintem ennyi volt. Ezt még szerintem biztos, hogy folytatjuk meg. Igyekszek ugye végig is vinni ezt a játékot majd. Úgyhogy ja, a mai napra így ennyi volt. A holnapi nap folyamán majd Leoik, hogyha minden jól megy, akkor folytatjuk a Coop karriert. Azt még pontosan nem tudom, hogy hány óra körül, de a Discordon és majd itt a Twitchen úgy is látni fogjátok az értesítőt róla. Igazán nincs mit, Doki. Illetve mindenkinek jó éjszakát kívánok, vigyázzatok magatokra, pihenjetek sokat a hétvégén, és akkor holnap majd igyekszek én is jönni akkor, úgyhogy legyetek jók, sziasztok!